futok egy kört. Na. Telibe. Oké, kettő kész. Itt vannak hárman. De nekem az a sanda gyanúm, hogy ezt a hármat nem tudnám. Nem tudnám kinyírni. Ez így van. Mert csak. És hogyha így, nem így se. Így viszont, várjál csak, így viszont. Azt hiszi mi? Ez jó volt. Ide fog jönni. És hogyha ide jön, akkor Rush Assassination-nel megpróbálom kinyírni mind a kettőt egyszerre. És akkor így nem ébredtek fel. Na, szóval látjátok? Na nézzük. Na, hát azt megterveztük, srácok. Megterveztük, de elfogyott az összes adrenalin pontunk, ezért azt kell csinálnom. Én közelről harcolok, csak titokba. Nem face to face. Azt Kratosszal csináljuk. A face to face harcot. Az a Kratosz féle harc, a face to face. Na nézd már, lejön az egyik. Na ezt ki tudom úgy nyírni. Mert csak... Azt mondja, hogy így... Szépen ide fölmegyünk. Hopp! És akkor lesz rögtön 4 adrenalin pontunk. Nagyon jó. Mehetünk is tovább. Ennyi kellett. Jó. És akkor elméletileg itt fönt akkor csak 2-en vannak. Aha, itt is akkor csinálunk egy ilyet, amilyet az előbb csináltunk. Hogy... kell próbálni, aha. Oké, és megvan. Úgy. Mind a kettőt meg tudnám gyilkolászni. A francba! Hát ilyen erősek vagyunk! Azta! Az nem semmi. Nem is tudtam, hogy ezt együttésből ki tudjuk nyírni. Elméletileg itt nincsen már senki. Azért még egy gyors pásztázást elejtek. Elméletileg már csak ő van itt, szóval élve el tudjuk vinni. Jó. Nézzük akkor. Kratos módban. Az lesz, az lesz. Én ilyen asszaszín vagyok. Ajaj! Ajaj! Hát ez ilyen! Ez ilyen erős! Na gyere! Hoppá! Hogy eldodzsolt? Kicsit begyújtjuk.
Igen. Mégis elég sok izét életet veszít. Mondjuk én is a kalapácsütésre. Na. Elég volt. Elég volt ebből a hülyeségből. Szedd össze magad. Hogy? Hogy szenved? Szenvedj! Hoppá, én is szenvedek. Na ez az. Töltötjük. Munkat. Nem kéne kinyírni, szóval... Nézd, valami olyasmit fogok csinálni, hogy... Valamennyire leszedem az életét, és amikor már úgy van, hogy le tudnám győzni... Na látod, átmentem Kratos módba. Látod, mondanod se kellett. Jó. Na ennyi elég lesz. Elméletileg. Bújjunk el. Ja, nem ezt akartam, bocsánat. Eltűntem! Azt se tudja, hol vagyok. Azt se tudja, hol vagyok. Na. Akkor most szépen kiütjük. Szépen kiütjük. Nem ajánlotta föl. Kiütjük, azt elvisszük. Véletlenül rossz ability nyomtam be. El szoktam feledkezni ilyenkor róla, hogy két ilyen chart is van az ability-kbe. És ugye az egyik a szeltes, amit összeállítottam, a másik meg az ilyen warrior. Na majd most. Na, talában ilyenkor már engedni szokta. Azaz. Ennyi. Na, hát akkor szépen. És már úgy sincs itt senki. Szépen elvisszük. Szóval így akartam. Várj, mert az a kérdés az, hogy... itt muszáj a teleportot választanunk? Aha, muszáj. Kérdés az, hogy két személyt is tud teleportálni, vagy csak egyet? Majd mindjárt kiderül. A két személyt is tud teleportálni, azt a paszta. Na, itt a lovunk is megvárt, nagyon jó. Így. Így né. Hát akkor muszáj elmondanunk egyébként Persefonénak, hogy ő egy beépített kém. És de ezáltal legalább megvédtük a nagyapánkat. Kíváncsi vagyok, mit fog szólni, hogy mást hoztunk. Kiros of Zarax? This isn't who I asked for. He's a spy working for the rebellion. But you're the one who first brought him to me. I didn't know his intentions. I trusted you. Guards! Persephone, listen to me. Hermes is right. Trouble's brewing in Elysium.
Even though Leonidas is against you, you are much stronger than he is. But Kyros was an enemy you couldn't see. That made him far more dangerous to you. But he's still breathing. Death is a gift traitors don't deserve. I thought you'd want to deal with him yourself. Defying me comes at a cost. Our deal is off. But for bringing me this vile deceiver, you may stay. Figure out that mysterious little staff of yours. Jó, tehát Phoebe-t nem mentette meg, de nem öli meg Leonidast. Valamit azért nyertünk ezzel a dologgal. Phoebe-vel még úgyis találkozni fogunk egyébként. Lesz még egy lehetőségünk megmenteni a Hadesnek a világában, ha jól emlékszem. Az egy nagyon, nagyon érzelmes karakter részlet volt, és nagyon beleégett az agyamba az a karakter. Ez nagyon, nagyon jó volt, hogy belerakták. Na, megvan akkor a lábtyű. Nézzük meg. Inventory. Inventory, azt mondja, hogy itt van. Nézzük meg. Hú, világít. Na és akkor még a sapka hiányzik. Azt meg nem tudom mikor kapjuk meg. A sapka, akkor most kellene nekünk a fegyver, lenne jó. Nézd már, itt két küldetés van. Mind a kettője, mind... Kill the captains? Kill the captains. Ja, jó, hogy ezek kapitányok. Várjál már, ez mi? Talk to Adonis. Aha. Talk to Hecate. Jó, hogy ez a három kapitány van. Aha. Egy, kettő, három. De csak ez a kettői jár. A két kapitányé jár. Jutalom. Oké. Okay. Menjünk fel, akkor nyírjuk ki őket. Kíváncsi vagyok erre a kvadra, ez mit tud adni. Mit ad majd. Azt meg én azt hittem, hogy már alig van küldetésünk. Mi azzal voltam? Hát ne tudjátok meg, hogy igazából a... azért... beletoltam most az elmúlt pár napba egy 25-30 órát a játékba, hogy így kimaxoljam. Tehát az összes kérdőjel lett, kimaxoltam. Nincs már... Előttök már... Ja, ott van. Ott van egy felvívő pont. Ezt akartam megnézni, hogy nem ásszunk már. Nem, akkor liftezzünk inkább. Na például a Valhallában nincsen, de van, ja, bocsánat, ott is van lift, de csak a izébe van lift. A roguelite-os DLC-be. Mondjuk a roguelite-os DLC a legjobb DLC a Valhallának. Ne nézzük. Azt mondja, hogy track the quest. Nézzük meg, azt mondja, ott van, de a kérdés az, hogy valahogy el kéne csalni. Szóval valami olyasmit kéne itt nekünk eszközölni, hogy a tömeg ne támadjon ránk. Mert tudjátok, ez a játék olyan, hogyha látják, hogy valakit verünk, akkor a többiek ellenünk fordul. A többi NPC. És az nem jó. Úgyhogy lehet, hogy valami olyasmit fogok csinálni. Elsődlegesen egy ilyen rejtett lövést eszközölünk. Úgy. Ó, hát akkor ez mindjárt kinyis nyifan. Nézzük meg, hogyha a másik nyilat választunk, akkor mi történik. Az mindjárt elmegy. Várjál. Ennyi volt. Se tudják mi van, jó. Na ez most jó sült el. Lehet, hogy így ezt fogom csinálni a másiknál is. Úgy. Vagy Celt Assassination. That's all this means. A
Ennyi. A Celt Assassination-nél nem. Támad ránk senki. Meg a nyirazásnál se. Ez a kettő olyan van, ami ilyen titokban történik. Na, hova kell mennünk? Ja, ide. Ha? Az nincs messze. Ezt most nem fogok teleportálni. Hanem akkor megyünk lóval. Hey! Elkezd szaladni a másik irányba. Nem bír magával. Na, kíváncsi leszek a Harry Potteres izére, a játék game-re. Kíváncsi leszek. Holnap reggel, Harry Potter. Hiszem, hogy olyan... Hát, mondjuk úgy, hogy reggel, délelőtt, inkább. Na, milyen jó kis irodája van, érted? Ne, esik az eső, nem baj. Mondjuk, hogy kicsit nagyobb vihar van, az nem oké, de azért egész jó, nem? Kicsit már időt állott. Ott azt a két oszlopot már legyűrte a vihar, de azért jó. Félig csendes gyilkos. You're back. Because of us. Because of you. Persephone is safe. Thank you, my friend. Can't you see now that Persephone was never worth it? What? But we did it, and I have you to thank. You used me, just like Persephone's used you. You're wrong. I've tried to tell you, but you haven't listened. She doesn't love you. You're wrong. She will love me, and I will always love her. I'll do anything to prove that. Even ez az egész a szerelemről szól. Persephone szerelmes Adonisba, a Hermész meg a Persephone-ba, de Adonis meg Afroditéba szerelmes. Brazil szappanopera. Na, bunyó? Na gyere, megküzdök veled. Malaka. Azt is régen hallottam már. Na, megvan a kard. Na nézzük meg. Ó, mindjárt szintet lépünk, srácok. Aha. Nézzük meg. Valami... Plusz 2 charge for Ares Bull charge ability. Én tudom az melyik az az ability. Ez az az ability. De mi az, hogy plusz 2 charge? Ezt nem is értem. Ezt nézzük meg, hogy hogy néz ki. De egyébként elég jól néz ki. Elég jól néz ki, azt kell mondjam. De hát nem fogjuk használni, sajnos. Nincsenek meg rajta azok a képességek, amik kellenek. Jó. Ja. Szerelmi 6 szög, ez már nem 3 szög. Már Afrodité biztos valaki másba szerelmes. Jaj. Na. Ahogy látom egyébként, a questek közül már csak 2 van hátra. Először beszéljünk vele, Hekatéval, most akkor utána legvégül Adonisszal. Megnézzük. És mivel egyébként nincsen más már így terítéken a questek ügyében, azt gondolom, hogy nem sokára meg fogjuk kapni az utolsó szegmensét a páncélzatnak. És valószínűleg elérkezik
a végső megmérettetés is. Bemutok már, mert hogy nézzem már meg az ability-ben. Igen, ezt is fölfel, healt is. Heal eddig nem volt fölfejlesztve, de azért biztos, ami biztos beraktam. Beraktam. Hát annyi van még, hogy a durvább armor set, ez a durvább, az csak 50-es szintű. De azért ez is egész jó. Ugye ez plusz 100% burning rate, meg plusz 20% fire damage, azért az... Ez nagyon odatol, ez a set. Csak borzasztóan néz ki. Nagyon odatol ez a set. Jól van. Na, azt mondja, hogy akkor visszaváltunk lopakodó nézetbe. És akkor megkeressük ezt a armánykodót. Nem tudnak nyugtalan lenni ezek. Nem bírnak magukkal. Na nézzük. Mi mondani valója van még? You've had your alone time. Tell me what's next. You're keeping up. Good. There's one more place we must weaken Persephone before our time together draws to a close. Her most devoted followers are gathering in a villa near Persephone's embrace. These are the most vile humans in Elysium that serve her every whim and dark desire. Are they under her possession? You might say they're more obsessed than possessed. But if you're thinking you can save these humans, you're sorely mistaken. Persephone's hold on them is too strong. Until now, you've been helping humans, not hurting them. I'm helping people who help us, and hurting people who stand in our way. Try to stay with me. Eléggé önző ez a nő. What do you have in mind for Persephone's followers? Poison in their wine should do the trick. Unfortunately, emlékszem erre a küldetésre. You'll need to hunt it and extract the poison from its liver. This symposium shouldn't be too difficult to infiltrate, but once you're there, try to blend in with the other Persephone-obsessed humans. Adonis mentioned having rebel spies that attend similar events. Ah, then you might want to warn such a spy not to drink the wine. I'm sure Adonis gave you a code to tell the spy you're an ally. He did. Any idea what the spy might look like? From what I've heard, these spies tend to be middle-aged men wearing floral patterns and with animal motifs on their jewelry. A little obvious, if you ask me. Na, középkorú férfi. Don't worry. Középkorú férfi valamilyen állatmotívumokkal. Start drinking. Good luck. That's the poison. Now I've got a symposium to attend. Jó. Oké, azt mondja, nem lesz könnyű szivárogni, de meg tudjuk csinálni. Na, hova kell menni? Ja, oda, aha. Jó, akkor ezt innen kell. Tudom ez melyik hely. Nem lesz guard. De hogyha lesz, az se probléma, mert gyakorlatilag be tudunk menni. Szóval hova is kell mennünk? Aha, oda. Na, mindjárt megnézzük akkor. Elméletileg ez nem ellenséges terület itt. De majd mindjárt meglátjuk. Na, ott
ott az űrge. A fresh face. Is this your first time at a devoted follower symposium? Yes. Don't look so nervous, friend. Why don't you go meet some people, and then we will toast to our new arrivals. Oh, if you're at a loss for words, let other members know whether you think Adonis or Hermes is Persephone's soulmate. We debate that for hours here. No. Vagy Adonis, vagy vagy Hermes, Persephone-nak a lelkitársa. Azt mondja, szóljunk Adonis, Adonis szövetségének, szövetségesének. Ő egy középkorú férfi. He is wearing a floral pattern dress and animal tamed necklace. Tehát egy virágmintás felső, de ez nem virágmintás, és valamilyen állat. Wearing a floral pattern dress and animal tem necklace. Az nem az. Az egy koponya. Az stimmel, de szerintem ez nem virágmintás. Szerintem ez nem virágminta, azért még menjünk egyet körbe. Oké, még itt fönt. Na. Nézd már, nem enged. Nem enged oda. Ilyen láthatatlan falba ütköztem. Olyan részre jöttem le, ahova nem lehetett volna. Ha? Aha. Na, keresgéljük még egy kicsit. Az állati nyaklánc az stimmelt. De még akkor nézzünk itt szét. Hogy véletlenül eltoljam. Nincs senki. Nem látom. Azt mondja, hogy itt lehet interakcióba lépni, de én nem léphetek ki. Jó, tehát akkor nem lehet kimenni. Ezek közül kell választani. Itt van egy űrge, de ennek... hát ez mondjuk virágnak mondható, de ennek nem olyan a nyaklánca. Én nem nagyon látok mást. Enjoying the symposium. Violets only bloom in Elysium winters. I think you may have been confused with someone else. Francba. De hát akkor ki lehet az? Praise Persephone, friend. De hát ennek nem. Violets only bloom in Elysium winters. Persephone's favorite flowers are poppies. Everyone knows that. De akkor nem találtuk meg. Akkor nem találtuk meg.
Ha itt lehetett még... Ja, ez volt a csávó, akivel találkoztunk eredetileg. Na, akkor nézzünk még szét. Nem akarom. Tehát akkor... valaki olyas valakit kell keresni, akinek... Nem? Hát itt nincsen. Láttatok valamit? Ki lehet az? Én nem látok senkit ilyet, akinek ilyen nyaklánca lenne. És virágmintás van. Lehet, hogy lent van, csak elfelejtett, vagy nem láttam meg. Na várj. Egy nyakláncos sürge. Nincs interaktálási lehetőség. Jó, gyere, még lehet menni tovább. Persephone refused Hades an invitation to her upcoming divine symposium. Ho-ho-ho. Oroszlán? Virág. Ez lesz az. Részegedül valahol. Hades heart. Oh, ez a jelszó. Szuper, akkor ezt... akkor ezt megcsináltuk. Na már csak meg kell mérgezni a... Settle an argument, friend. We just got word that Persephone is expanding her palace. Should she build into the east or west of Elysium? I think she should expand west. Thank you. If she wants a view of all the Minoan architecture, she must add a wing in the west. Na? Hogy kell, hogy bővítse Persephone a palotáját? Keletre vagy inkább nyugatra? Én nyugatot választottam. Na nézzük. Mi a helyzet? Tell me, stranger, who do you think Persephone's soulmate is? The god or the human? Hát én mondjuk azt mondom, hogy Hermes. He clearly adores Persephone. Thank the gods, someone here with some sense. Hermes doesn't get his due. He would follow Persephone to the end of the world. De itt bármit választunk, mindennek helyeselni fognak. Azt hiszem, hogy lent volt még egy... egy ilyen... boros... gigaváza. Nem? Mondjuk ott. Igen, itt van lent. Ez az, nem? Ne. I know they're old rumors, but what do you think of the whisper that Hecate seeks to steal Persephone's throne for herself? Az szép. They look like good friends to me. Hát ezt te tudom képzelni, hogy el akarja órozni a trónt a Hecate. Ja. Persephone fana. Na, hát akkor... I'm ready for the toast. Na, nézzük. You know... Everyone is saying what a great conversationalist you are. Mindenki azt mondta, hogy nagyon királyok vagyunk, jó dumálunk, jó a szövegünk. These people really don't seem as corrupt as Hecate made them out to be. Hát igen. Everyone gather to toast our new members. Azt kiöntötte. Láttátok? Én meg kiöntötte.
Aha, lehet választani, hogy nem isszuk meg, hogy ne igyák meg. Tudjátok mit? Nézzük meg. Nézzük meg. Hogy azt a lehetőséget, hogy megmondom nekik, hogy ne igyák meg. Wait. The wine was... Ennyi. I poisoned it. After we welcomed you so warmly, you're no friend. Guards. Na, akkor egy kis küzdelemre számíthatunk. Ez az. Na most már az a baj, hogy már elkezdtek megtámadni a civilek is, és az meg deszinkronizációhoz vezet, úgyhogy el fogok tűnni. Most nem küzdünk meg velük, mert most nem kívánok olyan jellegű konfrontációt, hogy civileket gyilkolászok. Ma még a gárdokkal rendben van, azokkal megküzdök, de civileket nem szívesen nyírok ki. Na, kíváncsi vagyok innen, hogy folytatódik a történet, mert én úgy emlékszem, hogy úgy csináltam meg, hogy mindenki meghalt. És most viszont nem. Keresztül húzottuk Hekaténak az elképzeléseit. Aha, és akkor nézzük meg, a questek közül már csak... Ó, nem. Ez kép. Jó, oké, és hát akkor még nem menekültünk el. Akkor annyit csinálunk, hogy szépen innen leugrunk. Ha? Kati owes me answers. The symposium wasn't at all what I expected. Így van. Why do I get the feeling I've been played? És szintet is léptünk azt, hogyha minden igaz. Nézzük meg. Ott is van, 59-es szintűek vagyunk. Very, very nice. Damage and health increased. Nagyon jó. Na nézzük, hogy mit tett hozzá. Most tudom, melyik ability-t fejlesztettük. Melyik ability-t fejlesztettük le. Ja, ezt akartam még, ugye? Oké. És akkor a következő, az meg 400-at sebez. Ez meg 600-at. Tehát a Predator shot az erősebb. Aha, viszont itt a build-up az sokkal nagyobb. Ha, jó. Kis. Na nézzük, quests. Á, és akkor már csak az Adonisos küldetés van hátra, és valószínűleg tőle fogjuk kapni az utolsó gír darabot is. Úgyhogy akkor szépen beszélünk Adonisszal. Na. Ez olyan fura volt. Lázadás. Hát dehogy nem, Cassandra iszik egyébként. Volt egy olyan, amikor nagyon durván berúgtak Xeniával, a kalózzal. Sőt, az Assassin's Creed Valhallás crossoverbe is az Eivorral nagyon durván berúgtak. Bár ugye Cassandra inkább borozik, Eivor meg inkább apple cidert ivott. Vagy csak cidert, nem tudom. Valami ilyesmi volt. Na, kíváncsi vagyok, mi lesz itt. De már ez az utolsó küldetés. Elméletileg. Na nézzük, mi történik. Ó, és akkor itt van. Itt vannak mind a ketten. I never wanted this. I only turned the
this world into paradise to make it bearable. And then you arrived and made me blossom. Please, just let me go. If you truly wanted to leave, you'd have already done it. Or have you forgotten? I wonder if Aphrodite would still love you if she knew what a coward you were. Nem hinné, hogy Aphrodite szeretne bennünket, hogyha megtudná, hogy mennyire gyávák vagyunk. She's right. I am a coward. She gave me the chance to leave once. All I had to do was fight and I couldn't. I'm sorry, I can't do this. It's too big. Na, mire gondolt? Mire gondolt? Adonis, I want you to close your eyes and imagine Aphrodite. Don't let Persephone make you forget why you're fighting. You're right. It's Persephone's greatest talent, making us forget the ones we love. Azért jó munkálkodunk, nem? Tehát mind a két oldalról toljuk így az egészet. Ja, jó. Amíg nagy lesz az űrzavar, addig mi meglépünk. Atop the palace is where Persephone keeps her sleeping Colossi. Bring the device there and make sure they never wake again. The smoke will let every rebel camp in Elysium know the time to strike is now. Wow. Try not to kill anyone. Success without detection and death is sure to convert more. Megint lopakodni kell, és akkor azt mondja, transport the device to Colossi storage area. Try to not kill, get spotted by any guards. Az könnyen megoldható. Remélhetőleg. Szóval nem szabad se megölnünk senkit, se nem szabad, hogy észrevegyenek bennünket. Azért mentünk egyet. Szép. Az bizony.